2012-ben a Capcom igazán megpróbálta elkápráztatni a Resident Evil játékosokat, ugyanis ez volt az első olyan év, amikor nem egy, nem kettő, hanem egyszerre három darab játékot is kiadtak a kezeik közül. Hogy milyen sikerrel, azt most nem nagyon szeretném megvitatni veletek, de tény és való, hogy a Revelations annak idején minden várakozást felülmúlt, legalábbis azok körében, akik szerették volna újra a régi hangulatot kicsit átélni. Ugyan fele másra sikerült, de legalább egy nagyon jó próbálkozás volt. Majd szintén 2012-ben érkezett az Operation Raccoon City, ami gyakorlatilag bármennyire is egy remake-szerűségnek számít, iszonyatosan megerőszakolta a játékmenetet olyan szempontból, hogy tele volt akcióval és gyakorlatilag egy agyatlan lövöldévé degradálták a Resident Evil addigi 15 éves történelmét. Ezek után ilyen hangulatban jött Resident Evil 6, ami hatalmas várakozásoknak nézett elébe, mivel a Capcom előre már bejelentette, hogy próbálnak visszatérni a régi sulis módszerekhez, megpróbálják ismét ijesztővé és változatossá tenni a játékmenetet, és az igazság az, hogy ez félig meddig sikerült is nekik. Nézzük tehát a Resident Evil 6-ot! Ez a bemutató az újonnan indult Resident Evil enciklopédia keretein belül készült el. Hogyha szeretnétek a sorozat többi részéről készült bemutatókat is nézni, akkor látogassatok el residentevil.hu-ra, ahol folyamatosan bővülő tartalommal fogtok majd találkozni. Na de kezdjünk bele a mostani játékunkba. Előre szeretném bocsátani, hogy aki már nagyon-nagyon viszketett egy jó kis túlélő horror után, az továbbra sem fogja tudni ezzel megvakarni magát. Helyzet ugyanis az, hogy Resident Evil 6-tal az égvilágon semmi más nem csináltak, csak léptek még egyet előre azon az úton, ami már a Resident Evil 4-jel elkezdődött. Sokkal akcióorientáltabb, sokkal kevésbé ijesztő, viszont az igazság az, hogy nagyon sok fejlesztésen esett át a játékmenet, és az sem egy elhanyagolható szempont, hogy a régi és új szereplőket, akikből egyébként összesen 7 van a játékban, 4 kampányon keresztül 5 különböző nehézségi fokozaton vihetjük, ami összességében nagyjából egy 20 órányi játékmenetet jelent Resident Evilből, ami azért valljuk be, abszolút nem kevés. Sokan húzzák a szájukat amiatt, hogy sokkal akciódúsabb lett az új rész, de az igazság az, hogy egyrészt nekem, mint Die Hardon szocializálódott embernek ez különösebb problémát nem okoz, másrészt egy logikus lépésnek tartom. Hogyha belegondoltok, akkor az első néhány rész főleg azért volt ijesztő, mert egy mindenki számára új helyzetet adott. Egy nem éppen erre kiképzett kommandó találta szembe magát mindenféle szörnyekkel, zombikkal, óriás kígyókkal és hasonlókkal egy házban, ahonnan nem tudtak elmenekülni. És az első részeknek pont ez adta a hangulatát igazából, hogy a zárt terek, a menekülés lehetőségének teljes hiánya, és eléggé klausztrofób volt egyébként az az érzés, hogy sosem lehetett tudni, hogy melyik ajtó mögött mégis mi vár ránk. Viszont, hogyha belegondoltok, a játék történelme szerint Leon S. Kennedy és Chris Redfield is már 16 éve írtja a mindenféle vírus által összehozott szörnyeket, innentől kezdve nagyon meglepő lenne, hogyha bármelyiktől is megijednének ahelyett, hogy először szájon vágják, mielőtt kérdeznek bármit. Aki pedig ennek tudatában még mindig húzza a száját, miután megvette a játékot és játszott vele egy kicsit, az valószínű abszolút nem nézte a trélert. Én ugyanis amikor megnéztem, akkor már tudtam, hogy mire számítsak körülbelül, biztos voltam benne, hogy sokkal több robbanás, lövöldözés lesz benne, mint az előző részekben, és őszintén megmondjam, imádtam minden egyes percét. Aztán amikor a játékkal találkoztam, akkor ez már egy kicsit változott, mert tény és való, hogy vannak benne eléggé repetitív részek, viszont néhány dolgot nagyon jól kidolgoztak. Ilyen például a grafika, ami ugyan felemásra sikerült, ugyanis vannak benne olyan dolgok, amik eléggé csúnyán néznek ki, és meg a Resident Evil 4 is szebben ki volt dolgozva, viszont az átvezető videók azok nagyon gyönyörűek, tehát látszott, hogy mindenre figyeltek, illetve mivel teljes mértékben 3D-s a környezet, olyan szinten, hogy egyébként a kamerát forgatva simán el lehet szédülni, senki nem panaszkodhat arra, hogy az égvilágon bármiről is lemarad, mert nem tudott körülnézni. És igazából itt van a kulcs, hogy körülnézés. Gyakorlatilag maga a játék az egy hatalmas nagy hibát vétett ott, hogy iszonyatosan hatalmas környezeteket, nagy bejárható tereket csinált, viszont lineárisabb, mint a Revelations volt. Tehát gyakorlatilag, mivel annyiféle helyszínen játszódik, szó szerint nagyon sok helyszínen játszódik, mivel hogy nem csak az van, hogy egy zárt térben vagyunk, mint mondjuk egy hajóban vagy egy kastélyban, hanem gyakorlatilag kontinenseket szel át a történet. A történet viszont egyébként nagyon is jól össze van így rakva. Helyzet ugyanis az, hogy a 4 darab kampány, illetve 3 plusz 1 darab bónusz kampány, amit a legvégén lehet megnyitni, az pontosan úgy van összerakva, mint a mozaiknak a darabkái. Akkor fogjuk megérteni a teljes történetet, hogyha végigjátszottuk a 3 fő kampányt, majd az ezután megnyíló Ada kampányt is, és akkor szépen minden a helyére kerül, egészen addig, mivel hogy időben is ugrálnak a dolgok, ezért nem biztos, hogy elsőre le fog esni minden egyes történés, viszont így, hogy összesen 4 darab szemszögből tudjuk végignézni az egészet, illetve hát ugye az első 3 kampányban 2 szereplő közül választhatunk, így azért eléggé szépen össze lehet rakni, és a végén van egy elégedett csettintés, hogyha valaki a történetre megy rá, mert az viszont abszolút kiemelkedő a sorozatban.
Ha már a több szereplőnél tartunk, elmondanám, hogy egyszerre ketten is játszhatjuk a játékot online vagy offline. Én mindenképpen ezt ajánlom első körben, ugyanis nagyon sokan így szeretik meg a játékot, amúgy pedig egyáltalán nem is hajlandóak játszani vele, és egy teljesen más élményt ad, amikor nem az ostoba géppel kell küzdködnünk, hanem egy barátunk fogja a másik kontrollert. A játékmenetre sem lehet panasz, ugyanis nagyon sok újítással kedveskedtek nekünk, hogy tényleg élvezhetővé tegyék a teljesen 3D-s környezetet. Többek között van egy skill rendszer, aminek mondjuk vannak érdekességei, például nem értem, hogy Leon S. Kennedy-nek vagy Chrisnek miért kell külön skillt vásárolni azért, hogy egyenesen tudják tartani a pisztolyt, amikor ez azért követelmény lenne mind a kettő szervnél, ahol dolgoznak. De például lehetőségünk van több életet is vásárolni, vagy pedig külön képességet, amivel tovább tudunk verekedni és nagyobbakat tudunk behúzni az ellenfeleknek. Mert hogy itt a másik újítás, hogy most már nem egy késsel rohangászunk, hanem verekszünk, és mindegyik szereplőnek külön mozdulatai vannak. Az egyik szereplőnek, Jake Mullernek ráadásul meglehetősen sokféle, érdemes majd ránézni. Ami föltűnhet még a játékosoknak, a quick time eventek iszonyatos mennyisége. Hogyha valaki nem szereti az ilyesmit, akkor az nagyon tartózkodjon a játéktól, mert tényleg kettő darab átvezető között iszonyatos mennyiségben fogunk találkozni ezzel. Én viszont kifejezetten élveztem, mert nagyon-nagyon hangulatos volt az egész történet, és sokszor a videókban is benne voltak a különböző quick time eventek, ami azt jelenti, hogy sokszor a reflexek fogják eldönteni, hogy tovább tudunk-e haladni a történetben rendesen, vagy sem. De hát ez egy ilyen játék. Akinek nem lenne jó a sima kampány és szeretné csak valamivel eltölteni az időt, az pedig kevesebb quick time event-tel, de találkozhat ilyen játékmódokkal, mint például ugye a már megszokott Mercenaries, ahol a különböző szereplőkkel szimplán csak gyakni kell az elleneket még hozzá időre, és ezzel lehet különböző pontokat szerezni. A másik nagyon jó mód egyébként, amiben pedig kipróbálhatjátok magatokat, az az Agent Hunt. Na, ez aztán tényleg a trollkodás csúcsa, gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy online játékban beszállhatunk más játékosoknak a játékaiba, mint szörnyek. Igaz, hogy az irányítás sajnálatos módon nem túl jól megoldott, de hogyha belegondoltak, egy tökéletesen irányítható szörnyen igazából egy másodperc alatt le lehetne gyalázni bármelyik játékost, az pedig teljesen elrontaná az élményt, így viszont igazából tényleg a vadászat élményét is megadja, és a játékosoknak is kicsit izgalmasabbá válik, hogy a szörnyek azok valójában emberek által vannak irányítva. Az általánosságok után pedig rátérnék az egyes kampányoknak az ecsetelésére is, természetesen csak spoilermentesen, hogy ne rontsam el senkinek az élményt. Sokan Leon kampányát tartották a legígéretesebbnek a négy közül, és nem véletlenül. Az ígéreteknek megfelelően visszahozták a zombikat, ami már nagyon-nagyon hiányzott véleményem szerint a sorozatból, és ez talán az egyetlen egy olyan kampány, ahol tényleg hozták az ijesztgetést, ahogy lehetett. Rögtön egy kihalt épületben kezdünk, sötétben kezdünk, és össze vagyunk zárva mindenféle szörnyekkel, akikkel a lehető legkevésbé sem szeretnénk közelebbi ismerettséget kötni, és gyakorlatilag ez a későbbiekben sem fog sokat változni. Gyakorlatilag a játék első fele menekülés a szörnyekkel elárasztott városból, illetve az alatt lévő katakombákból, ahol már szintén érdekes dolgokat tudhatunk meg a történetről, majd későbbiekben pedig vadászat kezdődik arra az emberre, aki szépen bemártotta Leonunkat és közellenségnek kiáltotta ki az elnök megöléséért. Igen, ugyanis rögtön így indít a játék, hogy egy elnökünk meghal. Na, ez azért egy kicsikét kemény. Az új szereplő is egészen ígéretes és egészen hasznosnak tűnik, de ugye nincsen Leon, Ada nélkül. Természetesen a titokzatos hölgyike itt is a legváratlanabb pillanatokban tűnik föl, viszont eléggé sokáig nem nagyon kapunk magyarázatot arra, hogy miért is viselkedik úgy, ahogy viselkedik, ezt az ellentmondást gyakorlatilag csak a negyedik kampány fogja majd feloldani, egész addig viszont jól szórakozhatunk azon, hogy Leon mindenáron megpróbálja megvédeni azt a nőt, aki folyamatos jelleggel meg akarja ölni őt is és a társait is. A történet egyébként pörög, nem nagyon lehet panaszkodni arra, hogy bárki unatkozna menet közben, ugyanis folyamatos jelleggel kapjuk az arcunkba az újabbnál újabb infókat, szörnyeket, helyszíneket. A Leon kampány azt kell mondjam, hogy a lehető legjobban sikerültek között van. Kapunk is szépen ijesztő hangulatot az arcunkba, már amennyire egyáltalán az újítások megengedik. Úgyhogy talán a szőrszálhasogatók ebben fognak a legkevésbé csalódni, főleg, hogyha Leon S. Kennedy rajongók, mint ahogy én is. Mondom ezt annak ellenére, hogy csak a Leon kampányban legalább 8-szor rágják a szánkba, hogy ez pontosan olyan, mint Raccoon City-ben volt. Hát, bár nem olyan, de attól függetlenül határozottan élvezetes. Chris kampánya azoknak fog nagyon sok örömet okozni, akik igazán szeretik a lövöldéket, méghozzá hasonló környezetbe helyezve, mint ahogy ugye Resident Evil-ben megszokhattuk. Gyakorlatilag különböző katonai műveletekbe csöppenünk bele a BSAA oldalán, ami azt jelenti, hogy csapatban fogunk mozogni, ha bár csak kettő szereplő közül tudunk választani, és úgy gondolom, hogy ez az erre fogékonyaknak nagyon fog tetszeni. Állítólag különböző szakértőket és katonákat is bevontak ezeknek a kidolgozására, hát az igazság az, hogy hangulatosnak hangulatos lett mindenképpen, itt pontosan azt kapjuk, amit kedvenc sziklapüfölünktől várnánk. Bemegy, öl, kijön.
Na most ez így annyira nem hangzik túlságosan szépen, viszont az igazság az, hogy a történet itt is nagyon jól meg lett oldva. Találkozunk ugyanis a többi szereplővel is. Itt már nagyon fognak előjönni a különböző keresztezések, ugyanis a négy darab kampány elég sokszor átfedi egymást, és Chris szinte folyamatosan a háttérben dolgozik. Megpróbál segíteni Leonnak, próbálja elkapni Édát, megpróbálja kimenteni Jake-et és Sherry-t a szorult helyzetből, szóval igazából inkább a háttérben tevékenykedik, viszont aki tényleg arra szeretne rámenni, hogy akciót lásson, hogyha már egy akciójátékkal játszik, már pedig Resident Evil 6 határozottan az, annak bizony nagyon-nagyon be fog jönni ez a változatosság. Ellenfeleknek ugyanis megkapjuk a sérülések hatására különböző szörnyeké átalakuló dzsávókat, akiknek a legyőzése meglehetősen komoly feladat lesz, még annak a fegyverarzenálnak a tudatában is, amit Chris a játék során kapni fog. Az arzenálunkat pedig használhatjuk majd háborús zónában, NATO mentő akcióban, illetve egy alkalommal még egy anyahajón is fogunk tevékenykedni. Mindezek mellett különböző járműveket is használhatunk majd, lesz például egy Edovonggal karöltve történő autós üldözés, illetve egy alkalommal repülőgéppel kell megakadályoznunk egy rakétatámadást egy kínai város ellen. Szóval aki szereti a shooteröket, annak nagyon merem ajánlani Chrisnek a kampányát, ugyanis ilyen szempontból nagyon eltalált, bár nem sok köze van már az eredeti Resident Evil hangulathoz. A harmadik elérhető kampány Jake Mueller nevéhez kötődik, aki egyébként későbbiekben kiderül Albert Weskernek a kisfiacskája, és csatlakozik hozzá a Resident Evil 2-ből megismert Sherry Birkin, aki azóta pedig ügynök nővé érett, méghozzá eléggé különleges képességekkel, ami a vírusnak köszönhető. Ez a kampány egészen sikeresen keveri az akciót, ami abból is következik, hogy Jake Mueller egy eléggé hatékony zsoldos, valamint az ijesztgetést, ami abból fog adódni, hogy egy genetikailag módosított szörny fog végigüldözni minket az egész játékon, pontosan úgy, mint ahogy Resident Evil 3-ban nem ez is tette. Ez pedig egy hatalmas húzást adott az egész kampánynak, ugyanis egészen a második feléig nem fogunk tudni különösebben megküzdeni ezzel a szörnnyel, ellenben a vele való találkozás nagy részét a különböző bujkálások és menekülések fogják kitenni, ami nagyon rá tud tenni a hangulatra. Jake-nél ugyanis az agresszív fellépés mellett nagyon sokszor okosan kell játszani, mert vagy túlerővel találjuk szembe magunkat, vagy pedig az említett szörny fog üldözni minket folyamatosan, illetve sokkal több puzzle van ebben az epizódban, mint az előző kettőben együttvéve, ami azért a régi rajongóknak szerintem nagyon fog tetszeni. Többek között engem is ezzel fogott meg, hogy talán itt találták el a legjobban a balanszot a kettő között, hogy akciódúsabb is lett, viszont vissza is hozták azt, hogy gondolkodni kell, menekülni kell, bujkálni kell, és nem szabad fejjel a falnak menni, mert marha gyorsan meg fognak ölni. Ennek tudatában pedig azt kell mondanom, hogy a Leon kampány nálam visszaszorult a második helyre, ez ugyanis abszolút viszi, és hogyha ilyen hangulata lett volna az egész játéknak, azt kell mondjam, hogy mindenhol 10/10 kapott volna, mindenféle problémái ellenére is. A negyedik, illetve bónusz kampány, ami az első három végigjátszása után nyitható meg, Ada Wong nevéhez kötődik, és mint ahogy a Resident Evil 4-ben is volt, gyakorlatilag az előző eseményeket igyekszik megmagyarázni egy egészen más szemszögből. Édának ugyanis jó szokása a lehető legváltozatosabb helyszíneken és időpontokban fölbukkanni, hogy egy kicsikét megkavarja az állóvizet, illetve hát segítsen ugye annak, akinek éppen segítségre van szüksége. És itt fogunk csak magyarázatot kapni arra, hogy Ada Wong az egész játék megjelenése alatt miért is viselkedett úgy, ahogy miért próbált ennyi embert megölni, miért próbálta a főszereplőinket kiiktatni, és hát azért a meglepetés erejével foghatni így is a befejezés, amikor szembe találjuk magunkat a valódi tettessel. Amellett, hogy az Ada kampány játékmenete igyekszik szakítani az előző három résszel olyan szempontból, hogy nem fogunk túlságosan sokat találkozni a szereplőkkel, legalábbis élő játékban nem, viszont mindent megmutat nekünk, amire csak gondoltunk, amire csak tippeltünk, és amit szerettünk volna tudni, hogy mégis mi miért történt. Gyakorlatilag ez a kampány ragasztó az előző három epizódban összeszedett történetmozaikokhoz. Éppen azért, mivel a háttérben fogunk dolgozni, eddig nem látott helyszíneken fogunk barangolni, és a továbbjutás érdekében az összes kampányhoz képest itt kell a legtöbb puzzle-t megoldanunk, ami egyébként visszahozza abszolút az eredeti trilógiának a hangulatát, nem nagyon fogunk unatkozni, illetve lesznek olyan dolgok, amikor igencsak vakarhatjuk majd a fejünket, hogy mégis mikor mit kell csinálni, ugyanis hála Istennek, ebben a kampányban nem nagyon fogja a játék a kezünket, igenis, hogyha nem tudod megoldani, nem fogsz tovább jutni. Hát ugye, bónusz, küzdjünk meg bele. A kampány viszont a történet és a hosszúság szempontjából abszolút nem másodlagos, mivel hogy ugyanúgy, ha nem jobban kidolgozták, mint az előző hármat, úgyhogy az Ada rajongók nyugodtan föllélegezhetnek, kedvenc hősnőjüket nem hanyagolták egyáltalán. Sőt, a folyamatos pánik hangulat mellé még bedobták itt szerintem az elmúlt 10 év legijesztőbb Resident Evil bosszát, amivel azért tényleg eléggé kemény lesz megküzdeni, hogyha nem tudjuk, hogy mégis hová nyújjunk, illetve maga a hangulata olyan volt, hogy tényleg a hátamon futkosott a hideg, úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg, hogyha másért nem, csak ezért érdemes megcsinálni az első hármat mindenképpen, hogy lássátok ezt a részt is.
Összességében tehát a Resident Evil 6 egy igencsak játszható és hangulatos játékra sikeredett, még hogyha nem is hozták azt a szintet, amit a rajongók elvártak volna tőlük a különböző bejelentések után. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy aki az akcióorientáltabb, de mégis horror témájú játékokkal szeretne játszani, az egyáltalán nem fog benne csalódni. Aki pedig mindenképpen szeretne ragaszkodni a régi hangulathoz és inkább a puzzle megoldós, inkább ijesztgetős hangulatot szeretné, annak ebből egyedül inkább csak Jake és Ada kampányát ajánlom. Ettől függetlenül a hatalmasra sikerült történet, a régi és új szereplők miatt én semmiképpen nem ajánlanám, hogy kihagyjátok ezt a játékot, mindenképpen érdemes megismerkedni vele, hogyha más nem, akkor a bónusz módok miatt, ugyanis azok is simán vernek egy 10-15 órányi játékmenetet, hogyha valaki csak ezzel szeretné elfoglalni magát. Fentiek tekintetében pedig a játékot 8 pontra értékelem az elérhető 10-ből, méghozzá az alábbi szempontok alapján. Remélem, hogy élveztétek, és remélem, hogy meg fogjátok nézni közelebbről is ezt a játékot, hogyha eddig nem tettétek. Sziasztok!